hogyha kimennek az udvarra és körbenéznek itt Gonyhád déli határában, akkor láthatják, hogy 5 év alatt milyen óriási fejlődés nőtt ki, vagy történt meg, és mennyi csarnok, ipari csarnok nőtt ki a földből. Tolna megye gazdasági térképét vizsgálva Gonyhád térsége a legdinamikusabban fejlődő terület az elmúlt 5 esztendőben. Számokban kifejezve ez 100 millió forint körüli helyi adóbevételt jelent évente, mondta térség országgyűlési képviselője. A gazdaság fejlődéséhez pedig elengedhetetlen a digitális világban való készségek fejlesztése. Ennek a pályázatnak köszönhetően az elmúlt időszakban 768-an vettek részt ilyen képzésben, amit a Tolna megyei szakképzési centrum munkatársai bonyolítottak le, és ma egy újabb ilyen képzés indult el itt Bonyhádon. 2010 óta érzékelhető gazdasági növekedési pályán van Magyarország, mondta Potápi Árpád János, a nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Kifejtette, miközben az unió költségvetésének 30%-át fordítják gazdasági élénkítésre, Magyarországon ez a szám megközelíti a 60%-ot. A digitális hátrányok leküzdése pedig tovább fogja érinkíteni ezt a folyamatot. Folyamatosan fejlődik Magyarország gazdaságilag, illetve pénzügyileg is. 2010 óta ez a fejlődés töretlen. A munkanélküliségi mutatók is nagyot változtak, hiszen 12%-ról 3,6%-ra csökkent a munkanélkülieknek a száma. Soha ennyien nem dolgoztak a rendszerváltás óta, több mint 4,5 millióan dolgoznak, és hát a bérek is folyamatosan növekednek az elmúlt 6 évben töretlenül. A digitális szakadék csökkentése programban a tervek szerint közel 100 önkormányzatot szeretnének bevonni a következőkben.